Na hát, meg tudja vajon állítani Brandon Dolan Gervin Price-t? Meg hát az a nagy kérdés, hogy Price melyik formáját hozza el. Van az, amikor ellenállhatatlan és gyakorlatilag senki nem tudja megverni a világon. Meg van egy olyan oldala is, amit tegnap este láthattunk, a szenvedősebb. Na ha olyan Price-t láthatunk, akkor azért lehet esélye Dolannek. De csak akkor, hogyha azt a Gervin Price-t látjuk. Mert hogyha a délutáni Gervin Price van most is itt velünk a színpadon, akkor Brandon Dolannek én úgy gondolom, hogy legfeljebb momentumai lesznek ezen a találkozón. Ettől függetlenül nem gondolom azt, hogy teljesen egyoldalú sima mérkőzés lesz ez. De nem hiszem azt, hogy Brandon Dolan most lenne abban az állapotban, abban a formában, hogy megállítsa a világbajnokot. Egy pillanatra visszalőnék még a Fangerven Anderson mérkőzésre, mert hogy volt egy mérkőzés utáni interjú, amit hogyha itt velünk tartottak a közvetítésben, akkor valószínűleg ezt hallhatták is. Hát valaki megszólalt, nevezetesen Michael Fangerven az interjúban a körülményeket hibáztatta azért, hogy hát egyelőre nem láthatunk olyan játékot, meg olyan átlagokat a játékosoktól, amiket megszokhattunk, és hát ő maga fogalmazott így, hogy többeket bosszant ez, meg hát gyakorlatilag mindenki megküzd a körülményekkel, és nem nagyon mernek erről beszélni. Ő most fog, és hát gyakorlatilag igen erőteljesen hangot adott annak, hogy nem is érti, hogy novemberben, amikor ilyen rossz idő van itt, miért kell ilyen sátorban játszaniuk, mikor borzasztóan hideg van, miért nem nyáron játszanak itt. Hát nyilván vannak olyanok, akik majd azt mondják, hogy Fangerven itt csak a körülményeket próbálja hibáztatni, de azért tényleg képzeljük magunkat az ő helyükbe, akik hát nyilván nem állhatnak oda pulcsiban, meg kesztyűben dobálni, azért nem mindegy, hogy milyen körülmények fogadják őket. Szeles az idő, és ezért egy ilyen sátrat befűteni, meg megfelelő hőmérsékletet teremteni benne, hát nem egyszerű. Igen, és külön kiemelte, hogy ez most nem annak szól, hogy most ő nyer vagy veszít, hiszen éppenséggel megnyerte magát a mérkőzést, hanem konkrétan annak, hogy ő szeretné a legjobbját mutatni az embereknek, akik pénzt adtak azért, hogy ott legyenek a helyszínen és élvezzék a játékukat, és a körülmények nem teszik lehetővé azt, hogy a legjobbját nyújtsa, mert hogy nem ehhez vannak hozzászokva. És én megmondom őszintén, hogy nem emlékszem arra, hogy valaha lett volna erre precedens a Player Championship Finals vonatkozásában, hogy ilyen kritikát fogalmazott volna meg akármelyik játékos. Úgyhogy hát mindennek eljön egyszer az ideje. És hogyha valaki egyébként ezt megengedheti magának, akkor az valószínűleg Fangerven. Tehát, hát, az ő szava ér annyit, hogy arra érdemes figyelni akár igen, a szervezőknek is. Igen, nem tartom valószínűnek, hogy nagyon beleállnának ebbe a történetbe a EDC vezetőségének a részéről, hiszen azért mégiscsak az egyik legnagyobb húzó névről van szó. Neked tényleg láthattuk, hogy nagyon sok mindenki szenved ezzel. Többen dörzsölték a tenyerüket, lehelték a kezüket, próbálták magukat függetleníteni a körülményektől, de ugye Wright is beöltözött jobban, úgyhogy egy ilyen szituációban, hogyha most elkezdenék Fangervenre kenni, hogy ne foglalkozzon a körülményekkel, lehet, hogy a többiek is azért kiállnának mellette. Nyilván. Price közben megoldja az első leget, egy 16 nyilassal, és közben a kettes színpadon José de Souza 10-7 arányban legyőzte William O'Connort, és hát volt a mérkőzésen egy nagyon szép jelenet, 8 tökéletes nyíl, a 9-et hibázta el a portugál, majd utána még egy körben további 3 nyilat elrontott a duplán, aminek az lett az eredménye, hogy a leget végül nem nyerte meg, de a mérkőzést azt végül behúzta, úgyhogy az első kiemelt végre eljutott oda, hogy megint a nagy színpadon, a főszínpadon játszhat majd mérkőzést a holnapi napon, de hát, hogy ki lesz az ellenfele, azt ugye egyelőre nem tudjuk, hiszen ennek a találkozónak a győztesével fog összecsapni The Special One. Price és Dolan az utóbbi időben gyakran találkoznak egymással, az elmúlt egy évben 5 alkalommal is különböző eseményeken, ugye egészen konkrétan a legutóbbi világbajnokságon Price búcsúztatta Dolant. Így van, és ebben az évben 3-szor összeakadtak Player Championship fordulókon, ebből 2 esetben elődöntőt játszottak, mind a 2-t Gervin Price 97. nyerte.
egy esetben nem elődöntő volt, azt viszont Dolan nyerte 6-2-re, és hát ugye összeakadtak a Hungarian Darts Trophy-n egymással, ahol Price 6-4 arányban diadalmaskodott. Összességében egyébként 7-4-re vezet kettejük vonatkozásában a Velszi, úgyhogy erre a mérkőzésre is talán mondhatjuk azt, hogy országos egyes, de természetesen a történelem csinálónak, The History Makernek lesz-e ez egy-két keresetlen nyila. Meg van a tripla. Tízes. És a dupla 16. 86. Go when you require 82. Nincsen meg a 25-ös sem, nemhogy a bull, 63-a van, tripla 13, szimpla lett, úgyhogy a bullra kellene valahogy odavarázsolni azt a nyilat. Honnan lát rá? Honnan rá lát? Nem. 43. Brendan, you require 16. Dupla 4, az már megvan, 1-1, Dolan is a táblán. Egyetlen egy tornát nyert meg idén, a 5. Players Championship versenyt. 180! Ez márciusban volt, akkor Michael Smith-et győzte le a döntőben 8-6 arányban. Azóta júliusban volt még egy Players Championship fináléja. 140 ezúttal a válasz. Hát egy másik Smith-től, Ross Smith-től kapott ki. Megvan a negyedik. Az 5. már nem. 100. Az összes idei jobb eredménye Players Championship versenyekhez köthető Brendan Dolannek. 139. Három kör alatt 82-n Gervin Price. Nem aprózza el. Száz nyolcvan! Bulla kezd, dupla 16, dupla 8. Nincs meg. És azért Dolannek a 96 nem egy megoldhatatlan feladat. Uha. 40. És ez megvan Price-nak. 2-1. Velszi vezet. De nagyobb versenyeken az utóbbi időben az Európa bajnokságon 16 között búcsúzott Dolan, a World Grand Prix-n a 32 között. A World Cup of Darts-on negyed döntősek voltak Daryl Gurney-vel. 180! Ezek az idei fontosabb eredményei. A világbajnokság megnyerése óta Price 3 tornát is megnyert. A Players Championship-en nyerte a 6. fordulót, majd a 21-et is. És hát ugye a múlt héten a Grand Slam of Darts-on így van. Is sikerült neki diadalmaskodnia. Úgyhogy megvannak ezek a Price sikerek. Most egészen konkrétan ott tartunk, hogy az elmúlt 6 mérkőzését nyerte meg Gervin Price. És ahogy arról már a délutáni közvetítés sorozatban is volt szó, hogy az elmúlt hónapokban alig-alig veszít mérkőzéseket, összesen 4 ilyen alkalom volt. 20-as kerekítő, marad a 40 pont, ráért, Gervin Price nem kellett rámenni a bullos útra, hiszen Dolan nem volt kiszállón. 134-jel megérkezik az északír 64 pontra. A
arrébb tolta a drótot az Anyil. Na és a harmadik az már a helyén van. És ezzel elvette Brandon Dolan kezdését. Ezt egy pillanatra láthattuk Gervin Price kedvesét. És egyébként nem 3, hanem 5 tornát nyert meg azóta Price, csak nem volt rendesen lefrissítve azóta. Nem mintha olyan sokat számítaná. Hát most... Egyértelműen a 2021-es év az övé. Egy ide vagy oda. Hát igen, azt kell mondjuk, hogy inkább Velszi dominancia jellemző, mert Gervin Price mellett azért Johnny Claytont is mindenképpen igen, meg kell persze, említeni. Ugye Masters győzelem, abszolút, Premier League igen, győzelem, Premier League World Grand Prix győzelem. Hogy ha egy üzlet beindul. Úgyhogy most a Velszi darts az aranykorát éli ebben az évben, itt a PDC berkein belül. Száznegyven. Két rontott kör után végre sikerült két triplás prezentálást összehozni. De mondjuk reménykedhetnének abban a Velsziek, mi lenne egy jó kis Velszi házi döntő, de jelen pillanatban ez nem valósulhatna meg. Jelen pillanatban negyed döntőben találkozna egymással. Így van, mert Clayton a 8. helyen áll a világranglistán, közben Price vezet, úgyhogy valahogy el kellene onnan 95. keverednie. Leginkább nyilván nem Price-nak, hanem Claytonnak. Mindjárt nézek egy gyors kalkulációt. 140. Konkrétan 164-ről. Az első tripla jó, a második is jó. És nincs meg sikerül meg 164-re. Hatvanas. Na 25-re. Igen. Már tudják, hogy egyes és a dupla 12. Ez az ő játék a 25-nél. Dupla 6. Nincs meg. Nem, nem. Dolan 78-ról. Visszaveheti az elveszített kezdését Brandon Dolan. Huszas. És a dupla. És meg is oldja. Azért nem mindegy, hogy hogy mennek el szünetre, mert hogy így ledolgozta a break hátrányát, és a szünet után akár egyenlített is a kezdésénél. 3-2, Dolan egyelőre nem adja meg magát könnyen. Innen folytatjuk a szünet után. Jövünk vissza a szünetet követően, és egyelőre úgy néz ki, hogy Dolan azért megpróbálja megnehezíteni legalábbis Price dolgát, mert hogy az első szünetben úgy állunk, hogy 3-2-re vezet a Velszi, volt break előnye, de oda lett, most pedig Dolan kezdheti ezt a leget. 140. Nel indít Gervin Price. Kilencvenhat a folytatás. És közben a kettes színpadon már az utolsó mérkőzés zajlik. Jelenleg Vincent van der Voort 2-1 arányban vezet Danny Noppert ellen. Hát nem mondhatnám, hogy jól számolt Dolan, hiszen nem hagyott magának kiszállót. Szerencsére Price meg nem talált triplát. Nineteen.
és lehet látni, hogy mindenki, tehát most Dolan is alá van öltözve a meznek, Price-nál is nekem legalábbis úgy tűnik, mint hogyha lenne alatt a póló. Tehát valószínűleg megállja a helyét az, amit Van Gerwen nyilatkozott az előző mérkőzést követően. Igen, de Price meg egyébként is jól bírja, hát amíg még rögbizett bizonyos, ennél most tovább körülmények között is játszott már, úgyhogy tudja függetleníteni magát, ne? Nyilván ne poénkodjuk el, de ez egy olyan probléma, amit Van Gerwen is mondott, hogy nem fogják tudni megoldani ezt a ezen a hétvégén. Meg is kérdezte a riporter, hogy mi a megoldás, mit szeretne, de a Price-nak most a dupla 15, nem sikerül megcsinálnia. És akkor az volt Van Gerwen válasz, hogy nem tudnak vele mit csinálni, ez van. Igen, ez most már így alakult. Dupla 10. Megvan, 3-3. Kiegyenlít Brendan Dolan. Kicsit most olyan szituáció, mint a Schuster esete a feleségével, illetve a Schusterinassal. És pedig? Hát ő felhúzta az agyát a Schusterinas, és hozzá akarta vágni az éket. Schusterinas meg lekapta a fejét, a Schuster felesége meg éppen akkor lépett be, és őt kapta el. Azt mondta Schuster, így se rossz. Szektorhiba, de javít, 121-el így is. Egész komoly kis előnyben. 180 kellene Dolanhez, hogy tartsa a lépést. Az az érdekes egyébként, hogy körülbelül 19 ponttal jobb az első 9 nyilas átlag a Gervin Price-nak, viszont 9 nyilat is elhibázott eddig a kiszállón, és gyakorlatilag ezekkel a dupla hibázásokkal tartja meccsben Brendan Dolant, mert egyébként totálisan outscorolja őt. Százra. Megvan a tripla 20. Dupla. Na még egyszer. Nem. És hát ugye Price sem szokta ennyire rosszul dobálni ezeket, tehát valamit akkor a dupla 20-at azt olyan üzembiztosan dobálja, hogy az nem igaz, és hát lehet, hogy akkor itt megint csak erőjön ez a bizonyos Van Gerwen interjú. Mert ugye abban külön, még Price is kiemelte egyébként, hogy ő sem tud olyan szinten teljesíteni, mint a szeretne, még lehet, igen, hogy beszéltek erről ők is külön. Dupla 5. Oha. 17,65%-os kiszállózás Price-tól. 14 nyilat rontott el eddig a kiszállón. Megvan a tripla. 14. Dupla 16. Azért ezek igen csak komoly számok Price-tól. Ha jól emlékszek, a Van Gerwen az előző mérkőzésén 15-öt rontott duplára. Gary 25-öt. Gary pedig 25-öt, így van. Már most többet rontott, mint már Van Gerwen. Igen, 16-nál tart jelen pillanatban. Hibázott kiszálló kísérletek tekintetében a Velszi. És ezt megdobja Dolan, fordít. Brendan Dolan. Zsinorban 3 nyert leggel. Kezd érdekes lenni ez a találkozó. Ja, jól emlékszem, de mindjárt meg is nézem, ennek a mérkőzésnek a győztes fog játszani Szózával. De Szózával, igen. No. 140-es. Igen, tehát a tömeggel nincsen baj. 114,86 jelenleg Gervin Price-nak az első 9 színes mutatója. Viszont a teljes körátlag az 94,57-re zuhan le azáltal, hogy 16 nyíl a kiszállón el lett rontva. 95. És ha csak egy átlagos kiszállózást hozna, akkor mondjuk... Hát akkor 100 környékén lenne. Vagy 6-1. Tehát... Kb. És 100 körüli átlaga lenne. De hát ezt egy párszor már elsütöttem a közvetítések során, hogy a feltételes mód az a semmi kis testvére, úgyhogy alkalmazkodni kell tudni ez a helyzethez. Számol. Igen, maradj lent 19-esen, az lesz a tuti. Úgy. Mert így akkor marad a 170, ami kiszálló. Ügyi vagy.
No. Ez egy 100-as. 108 pontra jött ezzel le. A Big Fish nem lesz meg. Csak 40, úgyhogy Dolennek azért ez itt most jó kis lehetőség. Tripla 18 megvan. Szimpla 18, dupla 18. Na, Big Fish, Baby Fish-re cserélte Price. Kell a tripla 20. Megvan, Bull. Oh. És lehetett látni, hogy félretolja a drótot. De hát ez őt nem vigasztalja, hogy ennyire közel volt. Na-na. Milyen lehetőséget hibázik most el Dolan. Na de! Egyes. Az a fránya dupla. Na még egy nyíl. Ez elképesztő. 19 rontott nyílnál tartunk jelenleg, és most már azért Dolan is kezd felzárkózni, a tekintetben ő már 10-et hibázott. 11-et. 12-t. 13-ra még várnia kell, viszont 5-3-ra vezet az északír. Valami nagyon nem kerek. Na, hát itt van, amiről beszéltünk. 22 nyila volt kiszállóra, 3-at dobott meg belőle Gervin Price. Elképesztő egyszerűen. Most tényleg túlzás nélkül merem kijelenteni, hogy mintha magamat látnám. Tehát ilyen gyatrán én szoktam kiszállózni. Most valami nagyon nem kerek, de igazából egyik játékosnál sem, tehát az a 29% se olyan hú, de tényleg egetrengető teljesítmény Dolentől. Tényleg az az igazán érdekes ebben az egészben, hogy úgy vezet Dolan, hogy nem játszik kifejezetten jól, mert hogyha valaki bemutat egy 100 fölötti átlagos, igen jó dárcot Gervin Price-nek, akkor azt el tudja képzelni az ember, hogy akkor tud vezetni ellene, hogyha éppen nincs Price-nek egy kiemelkedő napja. Na de így! Igen, tehát konkrétan úgy vezet Dolan, hogy az első 9 színes átlaga az 20 ponttal, 21 ponttal, a teljes kör átlaga meg 7 ponttal gyengébb, mint Gervin Price-é. Egészen konkrétan ez ott tart, hogy Dolennek 86,38%-os az átlaga, és így vett Gervin Price ellen. Döbbenet. És közben a kettes színpadon Vincent van der Voort begyújtotta a rakétákat, 5-2-re vezet Danny Noppert ellen, ami azért egy kisebb meglepetés. Egészen biztosan két holland lesz a legjobb 8 között. Igen, csak Van még... Gerven mellett ugye nem tudjuk, hogy Van der Voort vagy. Danny Noppert lesz az. 58. No. Jubileumi 20. rontot nyíl a duplán. A legjobb 8 között. Nézzük egyelőre Price-t. Nem jó. Az sem is mindenit, az hihetetlen. A legjobb 8 között van már angol, skót, egy északír, egy holland és egy portugál. Hogy lesz még egy holland, lehet még egy északír vagy egy velszi, és a végén még egy angol vagy egy velszi. 59. Na, nem jó. Price, mit csinál? Mit csinál Gervin Price? Nem. Egészen elképesztő. Kell neki az a szünet nagyon. Dolan segíthetne neki. Most tart annyi rontot nyílná duplán, mint amennyit Gary Anderson dobott 16 legalatt. Ők pedig a 9-ben járnak. Dupla 16. Még mindig dupla 16 Dolannek. Ő sem dobja meg. Nem, ő se kiszállózik egyébként jól. 26%-os mutatója van Brandonnek. Na! Halleluja! Jó, azért megvan az önirónia is. Van. Össze is mosolyognak. Egyébként
önirónia nélkül ezt a játékot nem lehet játszani. Tehát itt az embernek, itt szükség van arra, hogy az ember tudjon reflektálni önmagára, mert akkor tudja helyén kezelni azt is, amit jól csinál, meg azt is, amit esetleg rosszul csinál. Pontosan, meg egy ilyen reakció kellhet ahhoz, hogy kiszakadjon ebből az állapotból. Például. 100. Tehát ez egy beszédes adat, hogy 113-64-es első 9 íron 88-59-re süllyed vissza a teljes körátlag. 25 darab elrontott nyíl a kiszállón. Ha innentől nem hibázik, még akkor is ez 100. Egy nagyon rossz átlagú meccs lesz. Hát mondjuk akkor kihozná 10/35-re, azt mondom, hogy sikerült kozmetikázni. 45. És azért bánhatja ezt igazán Dolan, mert egy, nem játszol ő sem rosszul, akkor itt azért bőven lenne keresni valója. Még így is vezet, tehát még így is van. De hát, hogyha egy picit jobb napja lenne neki is, akkor itt most simán meg lehetne verni Price-t. Ez egy olyan pillanat most. Igen. No, 91 a kör. 170 marad ezzel. Még esetleg arra bazírozhat Dolan, hogy bár most Price megoldott nagy nehezen egy duplát, de talán továbbra is szenvedni fog, és úgy szépen nyugodtan lecsordogál, addig amíg Price elszenved a duplákon, addig ő szépen csendben utoléri, aztán megoldja. 96-tal 74 pont marad, na 144. Nem lesz meg. Igen, kellene még egy. Az se rossz, hogyha tripla tized dobja, így marad a 40 pont. 74-re. Látjuk a feliratot, azt is fogja próbálni Dolan. Az meg is van. Dupla 16. No! Na fene! Ilyen többször sikerült itt a triplákat megdobni, addig rendben volt, és volt két nyila a duplára, de hát azokat sem tudta értékesíteni. Most egy elég volt, 6-4-re vezet, úgyhogy azért az előny megmaradt rendben Dolannél, lehetne sokkal jobb is, hogyha összeszedni magát. Price-ra pedig kíváncsian várjuk, hogy hogy hat a szünet, mert hogy itt most össze kell szednie magát nagyon gyorsan, mert ezt tudja ő is, hogy nem folytathatja így. 6-4, innen jövünk hamarosan. A játékosok újra a színpadon, úgyhogy jövünk vissza a folytatással. Gervin Price kezdi most ezt a leget. 6-4-es hátrányban a világbajnoki címvédő és világranglista vezető. Meg kell találni a játékát, nem a tömeget, a kiszállót, azzal van itt a baj. Közben a másik táblánál Vincent van der Voort 7-3-ra vezet Noppert ellen. 140. Úgyhogy az a mérkőzés már eldőlni látszik. Itt azért erről még szó nincsen. Egy legnyi break előnyben van. Rendben Dolan. 58. Százhuszonöttel Price, kiszállón még nincsen. Nolannek is kellene két tripla hozzá, egy van, még egy van, ha nincs szektorhiba, akkor megvan a kiszálló. Bizonyám, 170-re teszi le magát. 16-os kerekítés, marad a 40. Ezzel továbbra sincs bajna, de jön a Big Fish Dolan-től. Ha megoldja, megérdemli. Nem oldja meg. Na és akkor a felzárkózás első fázisa, hogy három nyilat oldjon meg dupla 20-ra. Megoldja egyből. Ez jó jel a Price rajongóknak. Közben megfogalmazódott bennem a világegyetem egyik megfejthetetlen kérdése. Ha Brandon Dolan becsukja a száját, akkor hová tűnik a nyelve?
Van tipped? Nincs. Az az igazság, hogy nincs. Na, ó, Joker és Robin milyen békésen megférnek egymás mellett. Batman hátra sem néz rájuk. 100. Lent jön a tripla. Egy tripla. Megy ugyan Dolan után, de egyelőre kezdésből pont előnyben Brandon Dolan, és most is jön a tripla. Nem top szektorhibát, már pedig nem dob, akkor megvan a kiszálló. Megvan a tripla, 18. Meg és még egy. Az viszont szektorhiba, 112, nagyon sajnálhatja. Tripla 19. Az is megvan, és nem a nem kell rámenni a búra. Igen, nem, mert Price nincs kiszálló. Nem veszik el a szépségben, ez most egy nagyon okos döntés volt Dollar részéről, én legalábbis így gondolom. Teljesen fölösleges kockázatot vállalni ilyenkor. Szépen lekerekített 32-re, 3 egész nyila van rá. Na de abból a háromból meg kellene oldani, és megoldja a harmadikra. 7-5 marad a különbség a kettejük között. Még azért a magyar népi hangszert ő is elővette, és tárogatózott egy sort, hogy miért csak harmadikra sikerült megoldani. Na hát ez az, amit Price-nak csinálnia kell. Kezdést, azt mindenféleképpen muszáj hozni. De hátsó pályán is muszáj villantani valamit. Én abban biztos voltam a mérkőzés megelőzően, hogy nem lesz ez egy egyszerű mérkőzés Gervin Price számára, de hogy ennyire nem lesz egyszerű, arra azért én nem gondoltam volna. Bár szerintem igazából senki. Ponton Price. Go when you require 142. 142, de van rá 6 nyíl. Igen, és a tripla 20, hogy maradjon a 40 pont. Szimpla lett, úgyhogy marad a 80. Semmiféle nyomás nem tud helyezni Price-ra, ez csak 47, még mindig nincs kiszálló, Dolan ezt el kell engedni. Dupla 10. Dupla 10. Dupla 10. És az most azért van. Javultunk. Szünet óta 3 nyila volt a duplára, abból 2 sikeres. Hát volt honnan javulni, az az igazság. Mert csak most jön a kritikus leg. Dolan kezdése után mit tud csinálni? Váltani kell már is. Igen. Még egy tripla kell. Ó, és ez elcsúszik a hármasba. Egyelőre ott van a sarkában, ez mondhatjuk, hogy jó előjel. 208 pontra érkezett meg Brandon Dolan. Nem lesz kiszállón. A helyzet előny az továbbra is az északírnél, hamarabb érkezhet meg kiszálló értékre. Nem mindegy, hogy hova tudja lekerekíteni magát. Két triplával azért kellemes helyzetbe hozhatja magát. 74 a maradék. Price 182-re szektort hibázik.
61 maradt. No. Az előbb megoldotta a 74-et. Most is megvan tripla, a tripla. 14 megvan. És most is megoldja a 74-et. Újabb olyan lehetőség, amivel nem sikerül élni Price-nak, bár mondjuk magára, hogy a duplára nem dobhatott, csak hát most kifejezetten arra gondolok, hogy egyáltalán Dolan legjénél kellene bármit is csinálni. Addig nincs visszaút. És az előbb egy pillanatra láthattuk Mrs. Dolant. 180! Megint láthatjuk Mrs. Dolant. Nagyon lelkes. Apa dolgozik. 140 a válasz. Nincs meg a negyedik. 9-es eltűnik. És nincsen tripla sem. Ilyenkor baj. Így gyakorlatilag Egára visszamentünk. 180! És ahogy egyre közelítünk a mérkőzésnek a végéhez, és egyre frusztráltabb Price, úgy fognak belőle kiszakadni ezek a vaskos üvöltések. Igen. Egy tízes. Jóha. Ellenfél kiszálló, hogy 170. Hát... A feladat adott, nem megoldhatatlan. Egy a helyén. Még kettő egy a helyén. És a bull. No. Oh. Muszáj megoldani a dupla, meg is oldja. És most jön egy hatalmas üvöltés, izomfeszítés. Utolsó előtti lehetőség. És közben a kettes színpadon szünetet követően Danny Noppert begyújtotta a rakétákat, és 7-3-ról felzárkózott 7-6-ra, de még mindig Vincent van der Voort vezet. Jó, és kiesik. Maradt ott a tripla 20-nál. Nem volt jó döntés, 80 csak a dobás. Kellene azért Dolan-től a tripla, hogy nyugodtabban lépkedhessen lefelé, hát így nem. Itt az esély Price-tól, de kellene két tripla, és akkor jó helyzetben van. Egy már megvan. Megvan kettő a kettő. Kettő is megvan. Kell kettő, nem lesz nem így lesz kiszálló. Meg. Nagyon nem. Tripla nélküli kör, és Price előtt most itt a lehetőség. Az már a helyén van, még kell még egy, hogy kiszálló legyen. Így csak pont előny van, de kiszállóra érkezés nincs. Dolan csak a saját legére kell figyelni. És amikor nagyon kell. 180! Elképesztő időzítés volt ez Dolan-től. 43. És nem jön rá tripla, és még szektoriba is van belőle. Dolan nagyon nagy lépést tehet a győzelem felé. Tripla 11 megvan. És dupla a dupla 16, 16 is. Is. 9-7. Elképesztő. Ó, anya de örül. Hát... Vitathatatlanul a legnagyobb meglepetés lenne az egész tornán, hogyha Gervin Price itt a 16 között búcsúzna. És nagyon-nagyon közel vagyunk ehhez. Nem is kell különösebben foglalkoznia ezzel a leggel Dolannek. Nem jönnek a triplák, nem kell ezen idegesítenie magát. Hogy vigye csak el ezt Price, nyugodtan gondolhatja ezt. 180! Price pedig természetesen mindent meg is tesz azért, hogy ezt a leget elvigye. Nincs más választása. 81. Innentől kezdve nem hibázhat a Velszi. Egyelőre nem is teszi. Igen,
Tripla 7. Gyönyörű, hú, de gyönyörű. Három kör alatt 40-en. Lehet belőle 10 nyilas. És megoldja egy van. Na és akkor most jön. Itt a házi feladat megoldva, most jön a szorgalmi munka. Ó, és Dolan! 180! Százas a válasz. Az nem elég. Na Dolan! A negyedik is jó. Az fölötte van. Egy százas. De így is komoly előny, 180 kellene Price-tól. Jön egy tripla. Az alatta van. Az is alatta van, ez is csak 100. Nagyon nagy lehetőség előtt Brandon Dolan. Egy. 140-re teszi le magát. Kellene még egy tripla Price-nak, hogy ő is kiszálló legyen, és nem jön! Mindössze 100, és ez most kevés! 6 nyila van ahhoz, hogy megnyerje a mérkőzés Brandon Dolan. 140-ről. Na, jön-e tripla? Kéne egy tripla. Nem jön tripla! De mekkora nyomást tud ráhelyezni Gervin Price? Bull, 12 lett belőle, 109 maradt így. Na nézzük azt a 80-at. Ha nem hibázik szektort, akkor meccsnyila lehet. Egy meccsnyila lesz. Ha nem hibázik szektort. Már pedig nem hibázik szektort. Dupla 20, nincs meg! No Gervin, fel van adva a lecke. Lássuk, hogy megvillan-e a világbajnok. Nem! No, elhibázza a szektort! Van még 3 nyila megnyerni a meccset Brandon Dolannek. És megkapja a közönségtől a támogatást. 3 nyilra vagyunk a torna legnagyobb meglepetésétől. Az első nem jó, a második igen! Benne van. Brandon Dolan kiejti Gervin Price-t. A 16 között véget ér a világ első menetelése. Elképesztő! Elképesztő. És azért le kell szögezni, hogy az a 27 nyíl a duplán, amit Gervin Price ezen a mérkőzésen elhibázott, az végül nem maradt megtorlatlanul. Brandon Dolan nem csinált semmi extrát. 89-78-as körátlag, 95-76-os körátlag. Gyakorlatilag minden mutatójában jobb Gervin Price. Egyedül a 180-akban egál az 4-4. Minden mutatóban jobb, a két legfontosabban nem. Kiszállózás és a megnyert legek száma. Ezt a játékot pedig duplára játsszák. Itt van tehát a legnagyobb meglepetés. Dolan ott van a 8 között. És egyetlen egy mérkőzésünk maradt még hátra. Már azon kívül természetesen, hogy még mindig megy a Van der Voort-Noppert mérkőzés, de azt nem látjuk, ami még itt a főszínpadon következik. Johnny Clayton és Luke Humphries még jönnek hamarosan.